Fontos használati tárgyakat és személyes értékeket elveszíteni bosszantó és sok esetben anyagilag terhes dolog. Szerencsés esetben némi keresés és kérdezősködés után megkerül az elveszett tárgy, de vannak olyan esetek is, amikor a megtaláló és az elveszett értéktárgy tulajdonosa egyszerűen nem tud egymásra találni. Ezekben a helyzetekben az összekötő kapocs a település önkormányzata, ahová becsületes megtalálók leadhatják a talált tárgyakat, azok pedig, akik értékeiket keresik, szintén itt érdeklődhetnek. Hanem jogszabályi kötelezettség, hogy a lakosok behozzák a talált tárgyaikat, csak szerintem nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában. Amennyiben valaki megtalál egy elveszett tárgyat, és nem tudja visszaszolgáltatni a tulajdonosának, abban az esetben 8 napon belül be kellene hozzánk hoznia a városfejlesztés és üzemeltetés irodára. Ekkor mi felveszünk egy jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a megtalálási helyszín és időpont. Egyébként arra is van lehetőség, hogy amennyiben a becsületes megtaláló igényt szeretne tartani a talált tárgyra, és 3 hónapon belül nem jön érte a tulajdonosa, akkor megigényelheti azt a tárgyat ingyenesen. Hajdunánes Városi Önkormányzata jelenleg is számtalan talált tárgyat őriz, melyeket mind a lakosság, mind a rendőrség juttat el a hivatal városfejlesztési osztályához. Rengeteg telefonkészülék, autókulcs, rendszámtábla kerül be hozzánk, és azt hozzátenném, hogy a rendőrség munkatársai által megtalált tárgyakat is hozzánk kerülnek meg megőrzésre, valamint azok is, amit a rendőrkapitányságra visznek be az ügyfelek. A talált tárgyakat az értéktárgyak tulajdonosai egy egyszerű azonosítási procedúra után vehetik át. A talált tárgyak listáját a hajdunanes.hu-n tudják az ügyfelek megnézni. Érdemes ott nézegetni, vagy nyugodtan lehet telefonon, személyesen is érdeklődni az irodánkon. Amennyiben esetleg vélhetőleg a tulajdonos keres fel minket, akkor szükség van egy kisebb azonosítási eljárásra, amivel mi is tudjuk igazolni, hogy valóban ő a tulajdonosa a tárgynak. Ez személyes tárgyak esetén egy-egy ismertetőjegy, telefonkészülékeknél mondjuk a PIN kód megadása szokott lenni. Ha elveszett értéktárgyunkat keresünk, érdemes tehát az önkormányzat folyamatosan frissülő talált tárgyak listáját átnézni a település hivatalos honlapján, vagy telefonon, illetve személyesen érdeklődni az önkormányzat városfejlesztési és üzemeltetési irodájában.